Az idei Európai Bordal Fesztivál alkalmával a fellépő kórusok és együttesek a hagyományokhoz híven végigjárták és koncertezték a Villány-Siklósi Borút Egyesület településeit Baranya megyében. A rendezvény sorozatot évek óta ez a szervezet támogatja, kiváló az együttműködés közöttük. Az Európai Bordal Fesztivál egy kiemelt eseménye a Villány-Siklósi Borút Egyesületnek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá évről évre a megrendezésére. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan rendezvény, ami mentén a borutunk is szerveződik tulajdonképpen. A fesztivál nem csak a borról és nem csak a bordalokról szól, hanem szól az új találkozásokról, az együttműködésről és arról, hogy közösen együtt többre és jobb dolgokra vagyunk képesek. Mivel volt már három világfesztivál is, ezért most a 29. évüknél tartanak, vagyis ennyi fesztivált rendezett eddig a Bartók Béla Férfi Kar Alapítvány. Jövőre lesz a 30 éves évforduló, most azonban a 26. Európai Bordal Fesztivál Gála rendezvényénél tart a fesztivál. A két pandémiás év alatt maguknak szerveztek bordal ünnepet, de ez nem volt nemzetközi, mondta Lakner Tamás művészeti vezető. Most sikerült végre nemzetközivé tenni, de most nem volt egyszerű még. De már jövőre tudom, hogy nagyon sokan akarnak jönni, úgyhogy a következő év, ha lesz hozzá anyagi támogatás, akkor a dolog nyilván működni fog. Most összejött a dolog, és hát nyilván a pénteki nap a Villány, tegnap volt a Kodály Központban egy fantasztikus gála, nyugodtan mondtam, hogy fantasztikus gála, pannonfilharmonikusokkal, Horváth István, Kiszta Kinga, zseniális operaénekesek, Bognár Szabolcs, Erdély Dániel vezényelte a pannonfilharmonikusokat, és hát összkarak énekeltek, szóval tegnap nagyon rangos koncert volt. Két külföldi kórus is érkezett a fesztiválra, Ausztriából és Olaszországból. A házigazda Bartók Béla Férfi Kar mellett a szervező a Pécsi Férfi Kar Alapítvány volt. Vasárnap szüreti felvonulással és a gálakoncerttel véget ért a rendezvény Pécsen, a Széchenyi téren.